És miközben megköszönjük tárgyasult formában is a csapatnak az itt létet és a szolgálatot, közben nagy szeretettel köszöntjük Szenci Sándor testvérünket, aki megérkezett. Szenci Sándor, amikor meghívtuk erre az alkalomra, akkor őnála talán egy kicsit már többet tudtunk, hogy mit várhatunk. Bár személyesen vele sem találkoztunk még, és nem ismerjük őt többen. De amennyit tudni lehet róla, legalábbis amit az interneten láttunk, az ő bizonyság tétele, hogy hogyan változott meg az élete, és az ő munkásság ugye a Baptista Szeretetszolgálatnál, aminek igazgatója volt, nem tudom, majd elmondja, hogy most jelenleg hol szolgál, úgy tudom, hogy az Amerikai Egyesült Államokban szolgál, és nagyon sok érdekes dolgot lehet olvasni az életéről, sok minden érdekes dolgot hallottam már én is a neten keresztül, de mégis ami munkált bennünk, hogy meghívjuk őt, nekem személyesen az a bizonyságtétel, amiben leírja, hogy milyen volt az élete fiatalkorában, hogyan élte az életét, és hogyan változtatta meg Isten csodálatos természet fölötti irracionális módon az ő életét, ez számomra igen mély benyomást tett. Nagyon örülünk neki, hogy itt van, és azt gondolom, hogy nem húzzuk az időt, hanem átadom neki a mikrofon, és várjuk az ő bizonyságtételét, az ő beszámolóját, mi újság a világban, mi újság az életekben Isten hozott. 2000. április 30-án megölték az egyik munkatársunkat. Szétlőtték a fejét. Ott álltam dermedten a 19 éves fiúnak a holtteste fölött, és nem értettem semmit. Miért van az, hogy segíteni akarunk másokon? Miért van az, hogy kinyújtjuk a kezünket? Miért van az, hogy átölelünk és imádkozunk? Miért van az, hogy viszünk segítséget oda éppen Groznyba, és közben egész éjszaka lőnek ránk? Fekszünk hasalunk az ágy alatt, mint a bármi védelmet nyújtana az aknagránátok ellen, és reggelre ott fekszik a földön a barátom. A fején egy hatalmas nagy lyuk, csöpög a vér a földre, agyának darabjai felfröccsenve a falra. Életemben először találkoztam közvetlen közelről egy gyilkossággal. Azon gondolkodtam, hogy miért? Hogy az Isten miért engedi ezt meg? Miért van az, hogy átölelni akarunk, és lőnek ránk? Miért van az, hogy valaki belehal abba, hogy segíteni akar másokon? Ott álltam, és ezen járt az eszem, a gondolataim, ezen e körül forogtak, amikor is az ajtón berontott egy vahabita férfi, egy hatalmas, takba szakadt ember, elkapta a kezem, hátra csavarta, és lenyomott a földre, bele a barátomnak a vérébe. Az arcom teljesen belenyomódott. Alig kaptam levegőt, és miközben fuldokoltam, beszippantottam a vérét. Soha nem fogom elfelejteni azt az ízt. Kapálózni kezdtem, de az csak röhögött az ember, aki rátérdelt a hátamra, és nem engedett. Aztán valami csattanást hallottam. Egy fegyver. Nem volt csőre töltve, de amikor összerezzentem, csak tovább röhögött. Aztán felállt. Belém rúgott egyet, és kiment az ajtón. Én ott feküdtem a földön, tudjátok, abban a magzatpózban, ami a legkényelmesebb póz a világban, amikor összekucolódik az ember, és csak nyűszítettem, és nyögtem, sírtam, és nem értettem semmit. És féltem.
És olyan érdekes, amikor az ember ilyen halálközeli élményt él meg, akkor olyan sok minden az eszébe jut, és néha olvasunk olyanokat, hogy valakinek lepereg az életének a filmje. Hát nekem nem az életemnek a filmje perget le, hanem érdekes módon egyetlen egy gondolat, egyetlen egy fogalom jött elém újból és újból. Te félsz? Te lelkész vagy. Az Istennek az igéjéről beszélsz. Az Isten hatalmas dolgairól teszel bizonyságot hetente a szószékről. És ismered az igét, ismered a Bibliában azt, hogy 367-szer le van írva benne az, hogy ne félj. És te félsz? Ott fetrengsz a földön, és félsz? Összevizeled magad a félelmedben, és félsz? Egyfolytában ez berged bennem, hogy félek. És hogy milyen dolog ez, hogy én félek? Aztán visszajöttek a munkatársaim, visszamerészkedtek. Azt hitték, hogy engem is valami baj ért, mert tiszta vér volt az arcom. De én csak ott nyöszörögtem a földön. Ők is megdöbbenve látták a holttestet, amelyik mellettem feküdt. Ők sem értették, hogy miért. Olyan érdekes, amikor ilyen automatikussá válik az ember cselekvése. Feláll, dermedten néz, aztán felemeli a lábát, rakja egyiket a másik elé, és elindul, és megy. Automatizmusok. Rutin. Menni kell, tenni kell, menekülni kell, tovább kell élni. Kitámolyogtam a szabadba, Grozny, a térdig érő város, még a romok is leholtak bombázva, 2000 április 30, a második csecsen-orosz háború, amit lehetett lerombolni, ott le volt rombolva minden. Valami pocsolyába megmostam az arcom, visszabotorkáltam a táborhelyünkre, előszedtem a hátizsákomat, és lecseréltem lucskos, vizes, vizeletes ruhámat. Eltemettük a fiút, nem engedték, hogy elvigyük a holttestét. Elkapartuk ott a kövek között, aztán később nekem kellett megmondani a szüleinek, hogy meghalt. Egy dög cédula. Mindannyiunk nyakában ott lógott. Ott lóg ma is. Dög cédula és a kereszt. Minden munkatársamnak a nyakában ott van. Dög cédula és a kereszt. Azt tudtuk csak odaadni az édesanyjának, ez maradt. Mentünk tovább. Valami GPS módon, mert dolgunk van. Egy baptista gyülekezet Groznyban. Valamikor egy 500 fős gyülekezet volt, amikor mi oda mentünk, akkor már csak 11 öreg néni maradt életbe. 11 öreg baptista néni a kövek között lenne a pincében, a harmadik éve folyó háborúban esővizet ittak, kóbor kutyáknak a húsát ették, ugyanabban a ruhában voltak már a harmadik éve. Az imaháznak csak a romjai voltak ott, egy-két fal állt, a tető lerombolva, és azokon a falakon, amik még éppen voltak, hatalmas betűkkel ki volt írva. Meghaltok baptisták. Amikor odaértünk, kijöttek a pincéből, egymás után jöttek, és jöttek, 11-en, hogy felsorakoztak, és olyan érdekes volt, egyikőjük, az öreg Olga néni, mint később kiderült a neve, amikor megtudta, hogy lelkész vagyok, akkor letérdelt előttem, elkezdte csókolgatni a kezem, és azt mondta, hogy de jó, hogy jöttél. 3 éve nem volt itt lelkész. Vedd elő a Bibliádat. Vedd elő a Bibliát, és olvasd belőle. Vedd elő a Bibliát, és prédikálj. És néztem rá.
Nem tudod, mi történt. Megölték egy munkatársamat. Nem tudod, hogy mi történt. A fejemet belenyomták a vérébe. Nem tudod, hogy mi történt. Alig tudok megállni itt előtted. Hoztam neked ennivalót, mert éhezel. Hoztam neked innivalót, mert szomjas vagy. Van nálam gyógyszer, mert beteg vagy. Vannak nálam ruhák, mert 3 éve nincs rajta tiszta ruha. Hoztam neked pénzt, mert az sincs neked. És milyen érdekes, hogy az élelmiszer csomagjainkkal ott álltunk előttük, és micsoda kép, ez az öreg néni ott tért el, és újból ugyanazt mondja, nem. Te csak prédikálj. Te csak beszélj. Beszélj az Isten dolgairól. Beszélj Jézusról. Elkezdtem kiabálni. Neked semmit nincs. Neked semmit nincs. És én hoztam neked valamit. Mert amit ember elveszíthet, ezek az öreg nénik elveszítették. Elveszítették a férjeiket, hiszen az volt az első, hogy Isten tisztelt közben berobbant oda, vagy 30-40 terrorista, kiszedték a férfiakat, az idős embereket, és levágták a fejüket az imaház udvarán. Csak azért, mert keresztények voltak. Nem a középkorban. 2000. 15 évvel ezelőtt, 16 évvel ezelőtt. Nincs férjed, mondtam, mert megölték. A fiaid elmenekültek. A lányaidat eladták rabszolgának, unokáidat már régen a ma is működő rabszolgapiacon. A lelkipásztorodnak a fejét levágták, és kirakták a piasztérre, és ott adtak és vettek mellette húst és zöldséget és minden egyebeket, és kiírták a fejre, hogy így jár minden baptista. Napokon keresztül egy levágott fej mellett árulták a friss zöldséget. Aztán ezek az öreg nénik odamentek, ellopták a fejet, a lelkipásztoruk levágott fejét, és eltemették. Azt mondják, a testét sohasem találtuk meg. És akkor mondom neki, hoztam neked élelmiszercsomagot. Neked erre van szükséged, nem? Mert az embernek csak erre van szüksége, nem? Hogy egyen, tele legyen a hasa, hogy igyon, hogy ne szomjazzon, hogy jó ruhába öltözködjön, hogy szép házban lakjon, hogy tiszta ágynemük között aludjon. Erre van szükség, nem? Ezért élünk, nem? Hogy együnk, ígyunk, aludjunk, szeretkezzünk, gyermeket nemzünk, felneveljünk. Ez az értelme az egésznek, nem? És én hoztam neked. Hoztam neked pénzt. Hoztam neked enni, hoztam neked inni. Erre van szükséged, nem? Micsoda kép ott Groznyban. Egy idős, baptista, bábuska ott térdel a földön, és azt mondja, hogy nem. És eltolja az élelmiszercsomagot, arrébb tolja, pedig már lehet, hogy napok óta nem evett. És azt mondja, te csak vedd elő a Bibliádat, és prédikálj. Te csak prédikálj. Nem akarok prédikálni, mondtam. Nem akarok. Elegem van mindenből. Tudod, mit akarok? Hazamenni a családomhoz, a gyerekeimhez. Tudod, mit szeretnék? Valahogy elfelejteni mindazt, ami történik itt, Groznyban, a háborúban. Nem értem, miért engedi az Isten. Nem értem, hogy mi a célja, mi az akarata. Én csak segíteni akartam, és gyilkosság, és nyomorúság, és szenvedés az, amit körülvesz engem. Miért? Miért kell nekem a gyermekeim mellől felkelni és elindulni? Mi közöm van nekem Groznyhoz? Annyi szenvedés és nyomorúság van máshol is. Miért? Miért áll fel az ember és indul el segíteni? Miért fontosabb a másiknak az élete a saját életénél? Miért? Ott állok Groznyban, és egy öreg néni
sír a lábaim előtt, és arról beszél, hogy értem, amit mondasz, értem. Könyörgöm, mondja, prédikálj, beszélj az Istenről. Nem akarok, mondtam neki megint és újból, nem tudok, nem bírok, menekülni szeretnék, elfelejteni, mert nem értem, hogy az Isten miért engedi ezt. Miért engedi az Isten a háborút? Miért engedi Isten a nyomorúságokat? Miért engedi Isten a halált? Miért engedi ezeket a szörnyűségeket megtörténni? Miért? Nem akarok az Istenről beszélni. Ezt mondtam neki. Nem akarok prédikálni. Ezt üvöltöttem neki. De aztán láttam az arcát. Térdelt a földön. Csak nézett rám könyörgően, pásztor, prédikálj. Elkezdett esni az eső, a mocskos udvaron. Ki volt hordva oda minden, ki volt dobálva, össze volt törve, szószék az imateremből, a székek, széttépett bibliák lapjai között, töltényhüvelyek és üres aknagránátok. És még az eső is esett. És ez a néni csak ott térdelt a földön. Pásztor, csak prédikálj. Aztán hirtelen belém hasított egy nagyon fontos dolog. Egy nagyon fontos igazság. Ebben az életben mindent el lehet veszíteni. El lehet veszíteni házastársat. El lehet veszíteni gyermeket, el lehet veszíteni egészséget, el lehet veszíteni vagyont, el lehet veszíteni mindent. De igazán nagy bajban az ember akkor van, hogyha hitét veszíti el a történések miatt. Odaroskadtam az öreg néni mellé, összekapaszkodtunk, sírtunk, talán egy kicsit magam miatt is, a város miatt is. Aztán felálltam. Elővettem a Bibliámat, zuhogott az eső. A szakállamról belefolyt a víz a Biblia lapjai közé, de én csak olvastam a régi történetet, az ősi történetet Jézusról, az ő haláláról, az ő keresztre feszítéséről, az ő feltámadásáról. Egy különös húsvét Groznyban megölték egy munkatársamat, és ott van az öreg Olga mama, az öreg baptista néni, aki rákényszerít arra, hogy még ott is, a háborúban is az Istenre figyeljek. És ne hagyjam fel. Ne hagyjam fel. Nem lehet az, hogy feladjam. Nem lehet az, hogy abba hagyjam. Nem lehet az, hogy ne a helyemen legyek. Nem lehet az, hogy ne azt tegyem, ami az Istennek az akarat az én életemben nézve. Bármi is történik, megmaradni. Bármi is történik, végigcsinálni. Nem lehet félúton megállni. Nem lehet félúton kiszállni. Nem lehet. Végig kell menni. Be kell fejezni. Valami ilyesmikről prédikáltam. Ott voltak csecsenek, oszétok, oroszok, tatárok, magyarok. Összekapaszkodtunk, régi himnuszokat énekeltünk. Aztán előkerült egy kicsi serleg, szőlőnek a levével, valami kenyérdarabok, és emlékeztünk. Emlékeztünk Krisztus megtört testére, kiontott vérére, és ez az úrvacsora ott 2000 április 30-án
alapvetően változtatta meg az életemet. Mert amikor felálltam, már tudtam, hogy végig fogom a dolgaimat csinálni. Bármi is történik, bármi is van benne, bármilyen nehéz is, végig fogom csinálni. Mentünk tovább. Gépiesen vittek a lábaink, tervet teljesítenünk kell, megbeszéltek szerint kell végezni a munkánkat, és akkor megérkeztünk Orzsanokizovszkajába, az oszét határon levő menekülttáborba. Egy olyan menekülttáborba, ahol 11 000-en voltak, 11 000-en voltak, 11 000-en, 500 sátorba, 520 személyes sátorba, fehér sátrak sorakoztak végig, 11 000-en voltak gyerekek. Mind gyerek volt. 11 000 gyerek. Volt olyan sátor, ahol a legidősebb 9 éves volt. Ő volt a sátorparancsnok. Ő vigyázott a kicsikre. 11 000 gyerek bepréselődve ilyen katonai sátrakba. Oda mentünk még segítséget vinni. Hogyha gyerekek között vagytok, ha esetleg meglátogattok egy gyermek otthont, egy nevelőintézményt, akkor talán ti is találkoztatok már azzal, amivel olyan sokszor lehet találkozni. Belépsz a kapun, és jó esélyed van arra, hogy egy gyermek odaszalad hozzád, és megfogja a kezed, és kísérni fog végig. Volt már ilyen? Ugye? Sokszor előfordul. Ha valaki látogat ilyen helyen, akkor mint egy anyukát, apukát lát benned, és oda szalad, és veled van. Szinte minden menekült táborban volt nekem egy ilyen barátom, aki odaszaladt, és végigkísért a táboron. Volt egy kicsi fiú, egy gyönyörű, szép, szőke gyerek, egy 5-6 éves formájú kicsi fiú, egy szláv arc, kis kerek, ded, arccsontok erős. És ez a kicsi fiú megállt előttem, kötött, valamikor fehér nadrág volt rajta, cipő a lábán nem volt, a nadrág hosszabb volt, mint a lába, és a nadrág szára volt ráhajtva a talpára, és abban azon járt. Mocskos volt, taknyos volt, érdeklődve figyelt, az odajött hozzám, és megfogta a kezem. Rám nézett, és annyit mondott csak, hogy mom. Így néztem, kezet fogtam vele, mosolygott. Azt mondta, mom. Mom. Így néztem, hogy nem beszél. Néztem a tolmácsunkra, hogy mi van ezzel a gyerekkel. Csak ennyit beszél, hogy mom, mom. Aztán elmondták a történetét. A szeme láttára fejezték le egy karddal az édesapját. Az édesanyját megerőszakolták előtte. A meg nem született kicsi testvérét szintén karddal vágták ki a hasából. És ezt ő végignézte. Aztán megfogadta, hogy a felnőttek olyan gonoszak, hogy többet nem beszélek velük. És nem szólalt meg többet. Csak ennyit. Mom. Mom. Mi fog még történni velem? Ez az átkozott út, hogy áldott? Mikor lesz már vége? Mikor megyek vissza a gyermekeimhez? Látom őket, túlélem. És a kicsi mom csak fogta a kezem, és kísért. Végigmentünk a táboron, megbeszéltük, amit kell, egy tiszta ivóvíz rendszernek a kiépítését segítettük. A fertőzött vizet hogyan tegyük tisztává. És aztán, amikor elbúcsúztunk volna, felemeltem ezt a kicsi gyereket, megöleltem,
És éreztem, hogy valami van a tüdejével. Olyan furcsán veszi a levegőt, szortyog, és olyan furcsán kong. Oda hívtam az orvosunkat, hogy doki, nézze meg ezt a gyereket, mi van vele? Az orvos megvizsgálta, és azt mondta, hogy sürgősen gyógyszerekre van szüksége. Ó, mondom, semmi gond. Beugrottunk a terepjáróba, kimegyünk a városba, megveszük a gyógyszert, visszamegyünk, és ott a helyi egészségügyi személyzetre rábízzuk a kicsi fiút. Elrohantunk, megvettük a gyógyszert, de már nem tudtunk visszamenni. A front elérte a tábor területét, és orosz katonák lezárták a menekülttábort. Könyörögtem, üvöltöztem, fenyegetőztem, de nem engedtek be, nem engedtek vissza. Egy hétig ott feküdtünk a lövészárokba. Azok a levegő föld rakéták, amik harci helikopterekből mentek ki, azoknak a sivítása közben, tankok dübörgése, aztán beásták őket, és akkor úgy fél percenként egy-egy lövés. Aknavetők, golyószórók kelepelése, vadászgépeknek a iszonyatos sivítése. Fekszünk a lövészárokba, munkatársaim azt mondják, Sándor, menjünk haza, neked is van családod, miért fekszünk most itt egy lövészárokba, több ezer kilométerre Magyarországtól? Mi közünk van nekünk ehhez a háborúhoz? Én meg szorongattam azt a gyógyszeres üveget, és azt mondtam, de hát mondnak, szüksége van rá. Nem érdekel, hogy ti mit csináltok, menjetek haza, de én itt maradok. Aztán persze ők is maradtak. Aztán egy hét után sikerült lefizetnem egy orosz katonát, egy tisztet, és egy hófehér BTR-rel bevittek a táborba. Rohanunk be a sátorhoz, ahol a kicsi mom lakik. Soha nem felejtem ezt a képet, milyen érdekes, a gyerekek még a háborúban is tudnak játszani. Belépünk a sátorba, feltépem a ponyvát, és azt látom, hogy játszanak a gyerekek körben. Rohanok oda momnak az ágyához, és a hófehér lepedő tetején ott fekszik a kicsi fiú, és már nem él. A gyerekek meg ott játszanak körülötte. Annyira megszokták már a halált, hogy ott arat körülöttük, hogy tudtak játszani is. Meghalt. Meghalt egy 5 éves. Kit érdekel a háborúban? Meghalt. Később, amikor ott voltam egy katonának a temetésén, ahol meghívtak. Ott is ott volt egy szőke kislány rajzokkal a kezében, és azt kiabált, hogy apa, apácska, ezt neked rajzoltam. Azt mondtad, hogy hazajössz. És olyan érdekes volt nézni a gyásznépet. Fekete ruhában ott álltak, valami katonák, valami tábornok beszélt arról, hogy valami ősi határok, meg jogosság, meg jogos háború, meg jogos harc, és hogy elhunyt. És olyan természetes volt mindenkinek, hogy egy 20 éves katonatiszt meghal. Csak a kicsi lány rohangált ott a rajzai fa. Szerintem ő volt a legnormálisabb közöttünk. Mert olyan természetes, nézzük a híreket, megint meghaltak vagy ezren, megint valami 700 menekült a tenger fenekére került, kit érdekel, harapunk egyet a szendvicsbe. Mi dolgunk nekünk ezzel? Minek jönnek ide? Pusztuljanak. Ott állunk, kicsi gyereknek a holtteste felett, és persze, hogy magamat bántam, elkéstem, már megint miattam. Az a 19 éves fiú is miattam halt meg, mert én oda megjelent a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat a segélyekkel, és emiatt halt meg, emiatt lőtték le. Grozny gyülekezetet azért bombázzák le, mert látják, hogy segélyeket kapnak külföldről.
A menekült táborból ez a fiú azért halt meg, mert nem értem oda a gyógyszerrel. Istenem, miért? Meddig még? Kezemben egy 10 kilónyi holt anyag, egy picit test, és már megint temetni kell. Mi közöm nekem ehhez? Nem lenne jobb otthon a gyülekezetben? Nem lenne jobb nekem otthon a gyülekezetben beülni a padba hátulra, hallgatni a prédikációt, megvitatni a világ nagy dolgait? Testvérekkel közösen ott énekelni, jól érezni magunkat, szeretett vendégséget tartani? Nem? Mennyire biztonságos dolog ez, nem? Mi dolgom nekem kilépni a templom kapuján kívülre? Mi dolgom nekem azzal, hogy a pokolba mennek emberek, vagy ölik egymást máshol? Ja, hogy Jézus azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ja, hogy Jézus azt mondta, hogy a világ végéig is el kell jutni és el kell menni. Kit érdekel az? Hát nekünk nincs semmink és nincs lehetőségünk arra, hogy ezt megtegyük. Jól vagyunk. Temetjük a kicsi fiút, és azon gondolkodom, hogy hogy kerültem én ide. Eszembe jut, hogy Szentendrén egy légvédelmi harci bázis barlangjába, büntetésből oda helyeztek. Elvileg csak egy hétig lehetne ott maradni, de engem 7 hétig ott felejtenek büntetésből, 49 napig, és nincs ott más, csak egy néhány rakéta, Nyeha és Volhó típusú orosz rakéta, amelyik azért van ott, hogy Budapest légterét megvédjük. Isten kegyelme, hogy nem támadták meg Budapestet, mert én nem tudom, hogy meg tudtam-e volna védeni. De jó, hogy nem támadták meg. Olyan öreg lokátorok voltak, hogyha kiálltam a dombra, akkor előbb észrevettem a repülőt, mint a lokátor. Tehát a technika nem volt annyira magas szintű. De ott voltam 49 napig, rakéták mellett, egyedül, egy titkos katonai telefonvonal mellett. És ezen a titkos katonai telefonvonalon keresztül elkezdtem beszélgetni más, ugyanilyen harcálásponton levő emberekkel, fiatalokkal, katonákkal. És egyszer csak összeadattam valakivel, akinek a nevét ma sem tudom. Nem tudom, hogy hogy hívják, hogy milyen gyülekezetnek, milyen felekezetnek a tagja. Egy dolgot tudok, hogy nekem elkezdett az Istenről beszélni. Ez a 80-as évek közepe, eleje. És elkezd nekem Istenről beszélni. Tilos volt. Lehetetlen. És mégis beszél az Istenről. Egy titkos katonai telefonon arról beszél, hogy van. És engem elkezdett bosszantani ez a dolog, hogy mi az, hogy van Isten, hogy lehet. Mert úgy beszélt róla, mintha ismerné. Mintha ott ülne mellette. És én elkezdtem neki mondani, hogy hát ezt én nem hiszem. És magyaráztam neki, tudod, az én nagymamámnak a testvére volt Kádár Jánosnak a biztonsági főnöke, és hogy mi otthon sohasem láttam Biblia, a mi otthonunkban sohasem volt Biblia, sohasem jártunk templomba. A nagymamám mindig Leninről énekelt nekem, mondjuk elég fárasztó lehetett, mert jókat aludtam, de hogy soha nem hallottam erről. Soha nem imádkoztunk, és én komolyan hittem abban, hogy az óceán közepi hátságban, ott a Mariana árok mellett, még ma is keletkezik élet, és a dolgok véletlenül jöttek létre, és akkor ezt mondtam neki. Nevettem rajta először, amikor azt mondta, hogy hát ez nem így van. A Bibliából olvasott, énekelt. Hihetetlen volt, így néztem a telefont így néha, hogy mi van? Sokszor lecsaptam, nem bírom ezt az embert. Aztán vártam, hogy újra beszéljünk, mert érdekelni kezdett. Hogy lehet az, hogy egy fiatal ember úgy beszél az Istenről, mintha ismerné őt?
Addig nekem a templomról mindig az jutott eszembe, hogy fekete ruhába idős emberek verik a mellüket, és mondják, hogy én bűnös. Aztán ez meg úgy olyan fiatalnak tűnt ehhez. És magyaráztam, hát nekem meg élni kell. Majd, lehet, hogyha öreg leszek, majd hinni fogok. De most? Ó, a hit az egy ilyen mankó. A gyenge embereknek a mankója. Én erős vagyok. De a fiú csak beszélt. Mondta a magáét, és nem hagyta. Abba. Aztán, amikor leszereltem, soha nem találkoztam ezzel a fiúval, akkor leszereltem a katonasságtól, akkor vettem egy Bibliát. És elkezdtem olvasni. Olvastam. Tudok olvasni. És csak olvastam, és szembe találkoztam a kérdéssel, hogy igaz-e az, ami ebben a könyvben le van írva? Hogyha igaz, akkor így kell élni. Ha nem igaz, kukába az egész, és ne foglalkozzunk vele. Emlékszem, ott voltam Szentendrén, a Dunaparton. Emlékszem, tavasz volt, szerelmesek jártak kézen fogva ott a parton, és akkor úgy megálltak, és csodálkozva néztek rám. Némelyik mutogatta is azt, hogy ez bolond, mert mi történt. Letérdeltem a Dunaparton, felemeltem a kezem, és elkezdtem kiabálni, hogy Isten, hogyha vagy, akkor gyere. Az emberek csak néztek, nevettek. Felálltam, leparoltam a térdem, elindultam, és mintha semmi se történt volna. De mégis minden megváltozott. Megtértem. Nem volt gyülekezet, nem volt evangelizáció, nem volt lelkész. A Biblia, az Isten, meg én. Egy döntés, hogy ha van Isten, akkor jöjjön az életembe. Az Isten jött. És közben sajnos már rutinosan ássuk az árkot, ássuk a sírt, a pici sírt. És közben ezen gondolkodom, hogy hogyan is indultam el, hogyan is történt a megtérés, hogyan is volt az, amikor hoztam egy döntést az Isten mellett. Aztán felálltam, amiután imádkoztunk ott a kicsi sírnál, hogy nekem most már haza kell mennem. Teljesen másképpen jöttem haza, mint ahogy oda mentem. 2000 április és május. Grozny. Minden megváltozott. Amikor hazaértem, ott voltak a gyermekeim. Négyen vannak. Három fiút örökbe fogadtunk. És csak néztem, miközben alszanak, és valami jót álmodhatnak, mert néha összerezdül a kicsi kezük, a szemük. Aztán kinyílik. A szempillájuk, és nem néznek, felismernek. Nyújtják felém a kezüket, hogy apa, hazajöttél. Mit mondjak nekik, hogy tényleg hazamegyek, amikor hazamegyek? Hogy van nekem otthonom? Olyan sokszor látom ezt, hogy emberek mennyire fontosnak tartják, hogy legyen egy otthonuk. Milyen sokat megtesznek azért, hogy legyen egy otthonuk. És ez jó. És hogyha ez a dolgom, akkor ezt kell tenni. De mi van akkor, hogyha nem ez a dolgom? Tamási Áron olyan szépen mondatja ki Ábellel.
Azért élünk ezen a világon, hogy otthon legyünk benne. De hol van ez az otthon? És otthon vagyok-e otthon? Otthon vagyok-e a házasságomban? Otthon vagyok-e a gyermeknevelésben? Otthon vagyok-e a gyülekezetemben? Otthon vagyok-e otthon? Vagy állandóan menni kell? Tenni kell? És igazán az én otthonom az, hogy el kell végezni, hogy be kell fejezni, hogy nem szabad megállni, hogy nem szabad feladni. Hányszor gondoltam arra, hogy elegem van. Hányszor gondoltam azt, hogy ezt nem csinálom tovább, nem bírom. Emlékszem, ott mentem Dandong után Kína és Észak-Korea határán egy vasúti átjárón egyedül, fegyveres katonákkal szemben, egy hálózsákkal a hónom alatt, és mentem a vasúti talpfákon, és így dörögött felettem, vagy döngött a fejemben az, hogy mit keresek én itt. Kína és Észak-Korea határán egy hálózsákkal. Mi közöm van nekem Észak-Koreához? Mi közöm van nekem Kínához? Mi közöm van nekem a föld alatti keresztényekhez? Mi közöm van nekem ahhoz, hogy 400-at kivégeztek, és egy sem mondta azt, hogy a nagyvezér az Isten? Mi közöm nekem ehhez? Hogy a táskámba dugnak egy véres inget, hogy juttasd el a családjához. Ennyi maradt belőle a kivégzése után. Mi közöm van nekem azokhoz a testrészekhez, amiket el kellett temetnünk, akkor felrobbantottak egy templomot. Egy cipő, benne egy pici talp. Van, ami hajas fejbőr. Temest el! Mi közöm nekem ehhez? Otthon lenni. Hozni egy döntést az Isten mellett, és azt csinálni, amit mond. És nem adni fel. Hogyha azt mondta az Isten, hogy tanár legyek, akkor legyek tanár. Legyek otthon benne. Az Isten azt mondta nekem, hogy legyek mérnök, akkor legyek mérnök, és legyek otthon benne. Ha azt mondta, hogy pásztor legyek, akkor legyek pásztor, és legyek otthon benne. És hogyha én utcaseprő vagyok, akkor legyen az az utca a legtisztább, amit én feltakarítok. Otthon legyek. Néhány évvel ezelőtt Kambodzsában valami őserdőtől kihasított telken egy keresztény misszió egy gyerekotthont hozott létre. Egy svájci hátterű szervezet azért hozott létre egy gyerekotthont, hogy ott befogadjon olyan fiatal gyerekeket, akiket kivásároltak különböző bűnbandák kezéből, akiket a koldus maffia használt koldulásra, vagy bordélyházakból, olyanokat, akiket onnan mentettek ki, vásároltak ki, azokra vigyáztak ebben az otthonban. Meghívtak, hogy tartsak ott egy bibliaórát. Volt egy programunk a Pető módszer alapján, konduktív oktatási kereteken belül, a feleségem konduktor, mozgási gyerekekkel foglalkozva, ott éltünk kint Kambodzsában, családommal együtt egy éven keresztül. Meghívtak, és ott ültünk a földön ebben a gyerekotthonban, 15-20 fiatal körülöttem a földön, és egy bibliai történetről beszéltem. Arról beszéltem, hogy ha nem tudsz megbocsátani, akkor nincs jövőd. Arról beszéltem, hogy az az ember, aki nem tudja elrendezni a múltját, az képtelen arra, hogy jövőt építsen. Az képtelen arra ma, hogy a holnapra odafigyeljen. Ha nincs megbocsátás, nincs szabadság, nincs új élet. És azt a bibliai példát hoztam, amelyik bibliai példa jól ismert, Naámánnak a története, amelyik arról szól, hogy a szíriai király, hadvezére, egy nagyon tehetséges, nagyon gazdag, Naámán nevezetű katona, az leprás lett.
és egy izraeli kicsi lány, akit elraboltak a családjától, akit rabszolgává tettek, az egyszer csak, amikor ezt megtudja, hogy az ő rabszolga tartója beteg, akkor annyit mond, van próféta Izraelben. És hogy Isten meg tud gyógyítani téged, és ez az üzenet valahogy eljut Naamánhoz, és nagy délrel durral, és ismerős a történet, Naamán elmegy, aztán valahogy a végén csak meggyógyul, mert megcsinálja azt, amit az Isten embere Elizeus mond neki. De igazából a fókuszt, a hangsúlyt arra helyeztem, hogy van egy rabszolga, akit elraboltak a családjától egy lány. Aki, milyen szíve lehet és milyen jelleme, segít a rabszolgatartójának. Hiszen azzal, hogy azt mondja, hogy meg lehet gyógyulni, Izraelben ott az Isten, ott van Istennek a prófétája, és az majd közben jár a gyógyulásod miatt, ez egy segítség. Ez egy megbocsátás. Elraboltak a családomtól, és én mégis segítek a rabszolgatartómnak. És erről beszéltem, ott ültünk a földön, hogy bocsássatok meg, bárki is bánt benneteket, bármi is történik veletek, bocsássatok meg. Az egyik kislány sírva fakadt. Nagyon sírni kezdett. A sírástól alig tudott beszélni, a tolmácsom alig értette, amit mond, ilyen vádóan rám mutatott, és mutatta, hogy te beszélsz. Ide jössz Magyarországról, és beszélsz nekem megbocsátásra? Mit tudsz te rólam? Mit tudsz te rólunk? Hogy veszed a bátorságot arra, hogy ide gyere, és beszélj nekünk megbocsátásról? Tudod, hogy mi történt velem? És üvöltve sírt. Tudod, mi történt velem? A saját anyám adott el 20 dollárért egy bordélyházba, amikor 4 éves voltam. 4 éves koromtól 7 éves koromig, 3 éven át minden nap tucatnyi férfi erőszakolt meg. Kiszámoltam, mondta, több mint 10 000-szer. 4 éves koromtól 7 éves koromig 10 000 férfi. Azt mondod, bocsássak meg az anyámnak. Azt mondod, hogy ezt meg lehet bocsátani? Nem, én gyűlölöm az anyámat. 7 éves koromban ez a misszió kivásárolt engem. Én most vagyok 14 éves, 7 éve élek ebben a gyerekotthonban, és egyetlen egy éjszaka nem tudtam elaludni úgy, hogy ne sírnék, mert félek, hogy visszavisznek. És egyetlen egy éjszaka nem telt el, hogy ne azon gondolkodnék, hogy hogyan fogom megölni az anyámat. Mert eladott. Mert elvette a gyerekkoromat. Mert tönkretette az életemet. Bocsássak meg! Bocsássak meg! Nekem van igazam! Bocsássak meg! Lehetetlen. És lehet, hogy néha mi magunk is így vagyunk ezzel. Nem tudok megbocsátani a gyerekemnek, hiszen annyi rosszat tett ellenem. A házastársamnak, a szomszédomnak, a barátomnak, a gyülekezetemnek, a lelkészemnek, az országomnak. Nem tudok megbocsátani. Igazam van. 1 méterrel arrébb van a kerítés. Igazam van. Nem ad pénzt. Nem adja meg. Igazam van. Eladott. Megbántott. Hazudott. Becsapott. Megcsalt. És közben nem veszük észre, hogy ez belülről emészti meg ma azt, aminek jövőnek kéne lenni holnap. Mert az az ember, aki nem tud elengedni, nem tud megbocsátani, annak nincs jövője. Mert nem szabad. Meg van kötözve a szíve, az értelme. És ott álltam, és a lány csak így mutogatott rám, hogy mit tudsz te erről, és én magam is így belerendültem ebbe. Belegondoltam ebbe.
4 éves volt, amikor eladták. Mondja tovább, mondja. Szóval 6 éves voltam, egyszer megszöktem. Aztán visszavittek, elkaptak, odaláncoltak az ágyhoz. A saját ürülőkemben fetrengtem, de azok az átkozott férfiak csak jöttek. És tudod, 20 centért, 50-60 forintért használták a testem. Mert tudod, a mi kultúránkban, itt Kambodzsában azt mondják, és különösen éces férfiak jöttek, mert azt mondja a mi kultúránkban valami hagyomány, hogy minél kisebb, minél fiatalabb kislánnyal közösülnek a férfiak, akkor az leveszi róla az écet. És ezért beteg férfiak jöttek. Fizettek 50 forintot, és megerőszakoltak. Azt mondod, bocsássak meg, ez képtelenség. Vége volt nem sokkal később ennek a találkozónak, ennek a Biblia órának. A végén imádkoztam értük. Mentem körbe, mindenki gyereknek a kezére tettem, vagy kezemet a fejére tettem, és imádkoztam. Odaértem ez a kislányhoz, így remegett a kezem, engedte. És csak annyit imádkoztam, hogy Istenem, adj a szívébe megbocsátást. Aztán mentem tovább. Egy héttel később visszamentünk. Ez a kislány rohant le az emeletről, a feleségemnek a nyakába ugrott, és csak kiabálta és mondta, hogy meg tudtam bocsátani, és tudok aludni este. És nem akarom megölni az anyámat már. Jézus szeretem. Aztán nem olyan régen kaptunk tőle egy SMS-t. Leírta benne, hogy megkeresztelkedett, leírja benne azt, hogy férjhez ment. Ez azért volt nagy szó, mert az ott a buddhista főpap azt mondta neki, hogy a te karmád az az, hogy te prostituált legyél. És hogy ebből úgyse tudsz kiszakadni, neked annak kell lenni. De Jézus megváltoztatta ezt az utat. És megtért, babát várnak, és ilyen kis tört magyarsággal az SMS-nek a végén azt írja, köszönöm magyarok. Mert van egy programunk, a Fogadj Örökbe program, amivel egy özvegy asszony havi 3000 forinttal támogatta őt. Ez a havi 3000 forint elég volt ahhoz, hogy elvégezze a középiskolát. Ez a 3000 forint elég volt ahhoz, hogy új életet kezdhetett a férje mellett. Megbocsátott, megtért, szabad lett. És akkor, amikor ezekre gondolok, hogy az egész hogyan és miképpen indult el, hogy lehet az, hogy ma Magyarországon egy utca kölyökből belőlem Magyarország egyik legnagyobb segélyzetének a vezetője lehetek. Hogy lehet az, hogy 14 éves koromban a szüleim elváltak, és nem fértem bele a családi elgondolásaikba, képekbe, újra házasodtak, és valahogy sehol se volt számomra hely. Kollégiumba kerültem, Vácra, de csak azért vettek fel egy középiskolába, mert Magyarország 10 legjobb sakkozója között voltam. Na jó, 9. voltam, 10. Mindig ezt mondtam, 10-ből. 9. voltam. Tehát, hogy oda kerültem, mert jól sakkoztam. Aztán az utcára, mert nem volt számomra hely. Nem tudtam hol lakni, hol élni. Ugye a katonaság után, így a megtérés után elmentem Ácsnak egy céghez, egy KFT-hez akkor, akik Kápolnásnyéken, Velencén csináltak házakat, egy valami kastélyfelújításhoz, és jó volt nappal, az Ácsoknak segítettem, éjszaka pedig éjjeli őr voltam. Aztán így mozgott bennem a hit,
érdekelt a dolog, és elmentem a kápolnásnyéki református gyülekezetbe, ahol Szénási Sándor volt a lelkipásztor. Kicsit furi volt, mert amikor először becsöngettem hozzá, kijött egy ember, alsógatjába, bocsánat, hogy veszük, oké, na mindegy. És mondom, hát szeretem, keresem a református tiszteletest, azt mondja, én vagyok. Néztem, és akkor azt mondta, hogy hát temetésre készül, és nem akar még egyszer átöltözni, mi a probléma? Mondom, semmi, csak szeretnék beszélgetni Isten dolgairól. Aztán ott ragadtam. 4 gyermeke mellé befogadott engem az utcáról. Előtte a szemétből szedtem ki az ejető falatokat, darabokat, és egy református családba kerültem. Szénási Sándor családjába. Nagyon bátor volt. 4 lánya volt, és az utcáról befogadott egy hajléktalant engem. Később elmondta a felesége, hogy amikor megfürödtem náluk, akkor ő hipóval mindig kisúrolta utána a fürdőkádat. Mert idegen voltam neki. Már most már családtag, most már szerintem nem sikálja ki utána a fürdőkádat, hogyha meglátogatom őket. Befogadott. Aztán érdekelt a teológia. Ott jártam a gyülekezetbe, konfirmáltam, és jelentkeztem a református teológiára, ahová fel is vettek. Oda jártam a Rádai utcába, 3 éven keresztül, aztán alapvizsgáztam, és az alapvizsga után, amikor már beosztanak gyülekezetbe, akkor történt egy dolog, ami mindent megváltoztatott. A professzoraim mindig úgy beszéltek hitről, kerességről, konfirmációról, hogy mindig kihangsúlyozták, hogy ez a Biblia, ez meg a hagyomány. És akkor ebbe én beleütköztem. Ennek a vége az lett, hogy el kellett jönnöm a teológiáról, és a baptista teológiára kerültem. Ők vettek át. Végeztem a dolgom, kerestem a helyem. Kerestem azt, hogy mi az, amit nekem tennem kell. Mi az, amiben a leghatékonyabban tudom használni a talentumokat. Mi az, ami az én dolgom ezen a világon. Teológiát elvégeztem 93-ban. Feleségül vettem egy 4. generációs baptista lányt, gondolhatjátok, hogy ezek abban az időben is azért a baptisták nagyon szigorúak voltak, és egy 8 fős család, sok gyerek, nincs tévé, reggel a térdükön voltak, este a térdükön voltak, mindenki énekes volt, mindenki zenész volt, és kívülről tudták a Bibliát. A Schuster mester jobban ismerte, mint néha úgy gondoltam, mint a lelkész, mert úgy tudott prédikálni belőle. És jött egy utcakölyök, én, és feleségül vettem az egyik lányukat. Szerintem bátor volt az a lány. Emlékszem, oda mentem hozzá. Én nem akartam megházasodni, mert láttam, hogy a házasság a szüleimnél ez rosszul működött. Mondtam neki, ide figyelj, 1 év múlva, szeptember 1. szombatján össze fogunk házasodni, jó? Rám nézett, azt mondja, ne haragudj, hogy hívnak. Mondom, nem mindegy, gyere hozzám feleségül. Azt mondja, hát ez nem így működik. De mondom, gyere hozzám feleségül. Azt mondja, az lehetetlen. Én meg örültem neki, hogy ezt mondja, mert én nem akartam elvenni, csak így egy ilyen belső készítésem volt, hogy mondjad ezt neki. Én mondtam, felnéztem az égre, Isten, megmondtam neki, ez egy engedetlen lány, nem akar hozzámenni feleségül, és akkor így örültem is neki. De aztán közben elkezdett beszélni, hogy hát de hát nem is ismerek téged, nem is tudom, hogy ki vagy. Csak így megindult egy ilyen beszélgetés, ilyen udvarlás, és akkor aminek a lényege az volt, hogy nem tetszem neki, sőt, azt mondta, ronda vagy. Tehát így, szóval udvaroltunk, tehát beszélgettünk szépen, tehát így elmondtuk ezt a dolgot, aztán én is ránéztem, te se vagy egy matyó hímzés, tehát ilyen, tehát így jól elbeszélgettünk, és mondom, a vége az volt, jössz hozzám feleségül, vagy nem? Azt mondta, nem. Jó van akkor. Hónom alá csaptam a hálózsákomat, a Bibliámat,
Autostoppal lementem Athénba, hajóra szálltam Pireusban, elmentem Alexandriába, nem, Szíriába, aztán Alexandriába, Egyiptomba, ott felmentem Kairóba, ott buszra szálltam, elmentem Izraelbe, és ott voltam 3 hónapig. A 3 hónapnak a végén, ott Jeruzsálemben egy postafiókon lehetett utolérni, akkor még nem volt mobiltelefon, meg internet, meg semmi, csak ilyen levél, jött egy levél 3 hónap után, gyere haza, hozzád megyek feleségül. És így lett a feleségem. Mi történik? Most itt látom, vannak fiatalabbak is, tehát nem javaslom, hogy menjetek oda egy fiúhoz, egy lányhoz, te leszel a férjem, te leszel a feleségem, de van olyan is, hogy az ember figyel az Isten szavára, és engedelmes neki, akkor azt megéli. Szeretem a feleségem, 25 éve vagyunk házasok, 5 gyermekünk van, és egy kegyelem az, amit megélhetünk. És megalakult 1996-ban a Baptista Szeretetszolgálat, ami már olyan méltóságot szerzett, hogy egy püspök atya Szegeden kezet fogott velem, és annyit mondott nekem nem olyan régen. Köszöntelek a klubban. Nézek rá, mondom, püspök úr, mire gondolsz? Azt mondja, hogy ha már támadják a Baptista Szeretetszolgálatot, akkor ez már nagy méltóság. Hát mondom, ezt a méltóságot én kihagytam volna nagyon szívesen, mert azért az elmúlt évünk nem olyan egyszerű volt, de örülünk annak, hogy rendeződtek a dolgok, és nemhogy bebizonyosodott az, hogy igazunk volt, hanem úgy tűnik, hogy még kárpótolni is kell azoknak, akik rossz hírünket keltették, és hazudtak rólunk. Én nagyon jó reménységgel vagyok afelől, hogy az a dolgom, amit az Isten rám bízott. 1996. április 17-én megalakul a Baptista Szeretetszolgálat, egy özvegyasszony 5000 forintjával. Ma pedig Magyarország egyik legnagyobb szervezete, 2500 főállású munkatársal, és benne vagyunk a klubban, már támadnak is, tehát hogy nem örülünk neki, és rengeteg problémánk, gondunk, bajunk van, de jó reménységgel vagyunk, hogy mindaz, ami az Istennek az akarata, az mindig győzedelmeskedni fog. Az, hogy én mit szeretnék, meg én mit gondolok, az egy dolog, és mit akar az Isten. És akkor van harmónia, akkor van öröm, akkor van békesség, ha az történik meg, amit az Isten akar. Én azt kívánom, hogy mindenkinek az életében legyen meg az, amit az Isten akar. Ma is, meg holnap is, és mindörökké. Amen. Isten áldjon benneteket. Köszönöm. Nagyon köszönjük, Isten áldja meg az életedet, a szolgálatodat. Az jutott eszembe, a Bibliában van egy történet, amikor Samáriában olyan éhínség van, hogy az asszony megfőzi a saját gyerekét, és azt mondjuk, hogy miközünk ehhez olyan régen történt, prédikálunk róla jót, vagy kevésbé jót, a testvérek megkritizálják, de hát ez régen volt. Aztán azt mondjuk a Richard Wurmbrandra, aki 12 évet ült Romániában a hitéért börtönbe, és amikor a 3x3-as cellájába napokon keresztül szólt éjjel-nappal, hogy a kommunizmus jó, Isten nincs, a kommunizmus jó, Isten nincs, és amikor eljutott odáig, hogy a sarokba ott állt, és elmondta, hogy azt érezte, hogy kezd lecsúszni, és tudta, hogy mire leér a feneke a földre, meg fog őrülni, és amikor fél úton csúszott le, akkor azt mondja, hogy valaki megfogta a karját, valaki megfogta a karját, és kérdezte, hogy ki vagy te? És azt hallotta, hogy én vagyok Jézus. És kiszabadult a börtönből, és 92 éves korában halt meg az Egyesült Államokban. De azt mondjuk, hogy mi közünk hozzá, hiszen ez is olyan régen volt, pár évtizeddel ezelőtt. És azt mondjuk, hogy mi közünk hozzá, hiszen Groznyban ez messze játszódik. De hogyha belegondolunk, nincsen messze, fizikailag sincs messze Grozny tőlünk. És közben pedig nagyon sokszor a gyülekezeteinkben az a legfontosabb probléma, hogy most 2 vagy 3 verszakot énekeljünk a dicsőítő énekekből.
és különböző egyéb ilyen fontos dolgokkal vagyunk elfoglalva, mert azt gondoljuk, hogy mi közünk hozzá, hiszen ezek olyan szörnyű dolgok, és messze történnek tőlünk. De erről prédikált Sámuel testvér, és erről tanított a mai napon, a szétdobált csontokról, és ott vannak körülöttünk a szétdobált csontok, és ott vannak körülöttünk a szétdobált életek, és lehet, hogy nekünk nem Groznyban, lehet, hogy nem Kambodzsában, és máshol ilyen szörnyű dolgokat kell megélni, hanem lehet, hogy itt Magyarországon, lehet, hogy a gyülekezetünkbe, lehet, hogy a környezetünkbe még szörnyűségesebb dolgokat, mert van egy gonosz szellemi erő, aki szét akarja dobálni a csontokat, és ember ölő volt kezdetektől fogva, és tudjuk, hogy nem test és vér ellen. És azt mondjuk, hogy mi közünk hozzá. Ezért vagyunk most itt együtt, és ezért van ez a miért, és ez volt a látásunk, és ezt szeretnénk átadni nektek is, hogy ébredjünk fel, testvérek, mert ugyanolyan harcban és ugyanolyan háborúban vagyunk mi is, miközben sokszor a dicsőítő énekek szövegén és a betű méreten megy a beszélgetésünk. Adja Isten, hogy megértsük, hogy milyen csodálatos harcban vagyunk, és hogy felébredjünk végre, és tegyük a dolgainkat, mert összerendeződnek a csontok, és megépülnek életek, hogyha mi is a helyére kerülünk, s vagy református ének áll a Krisztus szent keresztje elmúlása és romp felett. Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Adja Isten, hogy ezt a mai napot is így tudjuk tovább vinni. Hálásak vagyunk Sándornak a bizonyságtételéért, a buzdításáért. Nagyon nagy szükségünk van rá, hogy valóban felébredjünk, és így várjuk Sámuelnek is a bizonyságtételét. 7:30 folytatjuk a gyülekezet udvarán, a nagy színpadnál a programunkat. Isten velünk!